Muszáj vagyok szó szerint idézni, mert megköveteli a történet. Túlórázon ingyen az, akinek két anyja van. Teljesen jogos a felvetés szerintem egy munkakereső szempontjából. Berecki Enikő ifjúság és generációs szakértő a vendégünk, őt kérdezem, hogy milyen volt ez a kutatás, amiben azt vizsgálták, hogy a Z generáció milyen elvárásokat támaszt a munkaadók irányába. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Amiből ön idézett, az nem egy kutatás volt, hanem nem egy reprezentatív felmérés, hanem a Generációk Éjszakája című rendezvény előtt a szervező Szabó Valéria kérte meg Baranyai Barna TikTokert, kommunikációs szakembert és dr. Surányi Noé TikTokert, szintén jogászt, hogy kérdezzék meg követőiket erről, és számtalan olyan válasz érkezett, ami meglepő volt, hiszen az Z generáció meglehetősen félreértett generáció, azt gondolnánk, hogy irreális elvárásaik vannak, de például az, hogy szeretnék azt, hogyha a törvényt azt alkalmaznak, a munkatörvényt alkalmaznak, esetükben belennének jelentve a munkahelyre, a túlórákat kifizetnék, hasonló válaszok érkeztek, de a reprezentatív kutatások, például a Deloitte kutatása is azt mutatja, hogy az elvárások általában arra vonatkoznak, hogy legyen egy jó, stabil fizetés, legyen egy kiegyensúlyozott munkahelyi környezet, ahol a well-beingre, a mentális jólétre is hangsúly kerül. De mondjuk azért, ha belegondolok, hogy a túlórát fizessék ki, legyen valaki normálisan bejelentve, ezek alapvetések hát kellene, hogy legyenek. Közben meg azt gondolnánk az generációról, hogy picit ez lustábbak, már nem keresik, nem annyira aktívabbak, mint mondjuk a mi generációnk, de közben mégis olyan elvárásaik vannak, ami alapvetés, és hogy például ne vágják át őket, hogyha nem ismerik a törvényeket. Hát ez is olyan, hogy teljesen evidens kéne, hogy legyen. Igen, ez valóban így van, és azt lehet látni, hogy talán a leginkább félreértett generáció munkaerőpiacon ma a Z generáció. Azt gondolják sokan sztereotípiákra hagyatkozva, hogy lusták, hogy irreális elvárásaik vannak, de hogyha megnézzük a kutatásokat, ez nem így van. És gyakran azért van az, hogy félreértik őket, mert a tőlük idősebb munkavállalók a saját fiatalkori tapasztalatokból indulnak ki, amikor még más volt a munkahelyi környezet. A Z generáció a jelenlegi munkahelyi környezetre ad választ az ő igényformálásával, például azzal, hogy a gazdaságilag nehezebb környezetben szeretne egy stabil fizetést, vagy kíván egyensúlyt helyezni a munka és a magánélet viszonyára. És nem lehet, hogy azért értik őket félre, vagy abban mások, hogy hamarabb lépnek, és nem nyugszanak bele abba, hogy ha ilyen problémákkal szembesülnek, hogy átveri őket a munkáltató, hogy túl dolgoztatja őket, akkor lehet, hogy mondjuk egy 50-es azt mondja, hogy jó van, de nem vált. Egy fiatal az hamarabb azt mondja, hogy jó, oké, akkor innen tovább állok. Nagyon jó kérdés, mert valóban az élet szakaszuk miatt is ők még rugalmasabbak, mint mondjuk akár a családos munkavállalók, de azt is lehet látni, hogy demográfiailag is kevesebben vannak, mint a középkorúak például, vagy az idősebb munkavállalók, és több a lehetőségük is, ezért van az, hogyha nem figyelnek oda rájuk a munkahelyen, nem kommunikálnak velük számukra megfelelő módon, akkor ők megtehetik azt, hogy bizony hamarabb tovább állnak. És a munkaadók mennyire vették fel a stílust, vagy ezt a fodalat, ezt a pörgést az Z-generációval? Tehát, hogy próbálnak alkalmazkodni az igényekhez, és úgy tenni, viselkedni, bejelenteni őket adott esetben, hogy ez kedvező legyen a munkavállaló szempontjából, vagy ugyanazokat a szabályokat követik, mint a elmúlt 20-30 évben. Azt lehet látni, és én azt tapasztalom trénerként is vállalatokkal együttműködve, hogy már van változás ebben a munkahelyi környezetben, ahol tényleg nehéz, jó és tehetséges fiatal találni, igyekeznek alkalmazkodni, de az lenne leginkább a célra vezető, nem csak a Z generáció igényeihez, hanem a többi munkahelyi generáció igényeihez is alkalmazkodnának, ugyanis, hogyha a Z generációra odafigyelnek, általában ők olyan igényeket artikulálnak, amelyre ha odafigyelnek, az a többi generációnak is kedvezne. Ugye beszéltünk arról, hogy a well-being az milyen fontos nekik, azért megdöbbentő, és egy podcastban erről beszéltek is, hogy sokan küzdenek ebből a generációból pánik és stresszbetegségekkel. Ez így van, nagyon rossz állapotban van a Z generáció mentálisan. Számos kutatás is alátámasztja, én is végeztem a Covid alatt, és ott például 40%-a a fiataloknak depresszióval küzdött, és azt lehet látni, hogy a megváltozott digitális környezet is kihatással van. Szinte erre. Gondoltam. Tehát
jobban oda kellene figyelni, nem csak a munkáltatóknak, már az oktatás területén is, illetve a családoknak is, civil szervezeteknek is, és hát például nemrég a Három Királyfi, Három Királylány alapítvánnyal, az ő támogatásukkal elindítottunk egy Zén időn podcastet, ami pont erre az igényre ad választ, amelyben z-generációs influencerekkel beszélgettek, és országos hírű szakemberekkel, pszichiáterekkel, pszichológusokkal, hogy az információ átadással is segítsük ezt a generációt. Berecki Enikőnek köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm. És önöknek pedig a figyelmet. Na, milyen volt? Nagyon élveztem, nem aludtam el. Azt hiszem, hogy megfelelően föl is készültem, de hát azért van még mit szerintem. Ennél már csak többet fogsz aludni. Az egy óránál biztos. Igen, elemizom, és holnap találkozunk reggel megint, korán kelünk. Nagyon igen. Merünk önöket. Ilyenkor el szoktuk mondani, hogy milyen menetrend, hogy most hívják a fórumban Ferit, a híradó fölírom. Után. Igen. Fórumban Ferit. Délelőtt is, meg délben is, meg este is, és mi még este is találkozhatunk majd az Aktuálban 20.45-től, és akkor holnap reggel Emilia. Pedig gyere vissza. Kemény, aludj egy picit többet. Jövök. Várom önöket. Nagyon. Köszönjük, hogy itt voltak. Köszönjük. Szép napot.